szeretessék a Jézus Krisztus. Amen. Kedves szülők, nagyszülők, családtagok, kedves óvónénik, ajkanénik, és minden kedves emberek szeretettel köszöntök. Úgy gondolom, még mindannyiunkban él az első óvodai nap emléke. Milyen izgalommal és aggódással indultak útnak. Ott hagyna az óviban a gyermek, mit szól majd hozzá? Fog-e sírni? Fog-e félni? Számtalan aggodalom töltötte el anyuka és utca apuka szívét is. És lám a gyerekek, ki gyorsabban, ki lassabban, de szépen megszokták és beleilleszkedtek az óvodai közösségbe. Jó leső érzés volt látni, ahogy egyre növekedtek, fejlődtek. A testi növekedés mellett a kis lelkük, az értelmünk is egyre jobban fejlődött, úgy nyílt ki egyre jobban, napról napra, mint most, a néhány nap múlva eljövendő pünkösdi ünnepre gondolva is a pünkösdi, az a pazarú. Az óvodai nevelés a teljes ember formálására irányul. Az óvoda szervezett közösség, mely katolikus egyház értékrendje szerint élő közösségek kialakítására, formálására törekszik. A gyerekeket segíteni kell életkori sajátságuknak megfelelő közösségi élmények, tapasztalatok megélésében. A katolikus óvodának küldetése van. Különösen a hitre való nevelés területén sajátos módon részt vállal a katolikus életre nevelésben. Az óvodai nevelés gyermekközpontú és befogadó. Biztosítja minden gyermek számára, hogy egyformán, magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, és ha van meglévő hátránya, akkor az csökkenik. Kedves ünnepők! Ezek a kisgyerekek nagy utat tettek meg a fejlődés terén. Közös munka volt ez. A gyermek, a család és az óvoda közös együttműködése. Mai nappal egy korszak lezárul, és hamarosan kezdődik egy új. Az elmúlt korszak rakta le az útnak az alapjait, a jövő útjának az alapjait. Kedves szülők és család, óvodánk nevében szeretném megköszönni azt a bizalmat, a legdrágább kincsüket, a gyermeküket ránk bízták. Köszönjük a sok-sok segítséget, az együttműködést, azt a szeretetet, amit önöktől kaptunk. Azért, hogy munkánk eredményes legyen, ne feledkezzenek még később sem a katolikus nevelésről. Minden iskolában van lehetőség katolikus hittanra beíratni és járatni a gyerekeket. Kedves óvónéi, dajkák, technikai dolgozók, a szülők, a családok nevében is szeretném nektek megköszönni ezt a sok-sok szeretetet, munkát, türelmet, kitartást, amivel tanítottátok, neveltétek a gyerekeket. És kedves gyerekek, ahogy mondani szokás, az egyik szemem sír, a másik neve. Sír, hiszen nagyon fáj, elbújtózik tőletek, nagyon fogtok hiányozni nekünk. De ugyanakkor nevet is a másik szemem, mert tudom, hogy milyen jól fel fogjátok találni magatokat az iskola világában, milyen magabiztosak lesztek, ügyesek, könnyen alkalmazkodtok az új szokásokhoz, és megértitek az új szabályokat. Sok új barátot szereztek majd, izgalmas élményekkel gazdagodtok, és rengeteg fontos dolgot tanultok majd az iskolában. És végezetül egy dalszöveget szeretnék nektek most felolvasni, amit bizonyára énekeltetek már és jól tudtok, ez is gyerekekről szól. Kicsi vagyok én, mégse félek én. Kicsi vagyok én, mégse félek én. Semmi baj nem lehet, mert engem Jézus szeret. Kicsi vagyok én, mégse félek én. Boldog is vagyok, az is maradok. Boldog is vagyok, az is maradok. Rossz kedvem nem lehet, mert engem Jézus szeret. Boldog is vagyok, az is maradok. Erdőn réteken száll az énekem. Erdőn réteken száll az énekem. Tudja meg a világ, hogy Jézus a boldogság. Erdőn réteken
szállaz éneket. Utcán tereken nem vagy el sosem, utcán tereken nem vagy el sosem. Mindenkit így szeret, mert én is a szeretet. Utcán tereken nem vagy el sosem. Végül azt kívánom, hogy Isten áldása kísérje további életet. Azt mondják, elszállnak a gyerekek.